Ferencről, aki a szolgálatban egy példát ad nekünk, és ebben a szolgálatban megjelenik ez a három erény, az engedelmesség, a szegénység és a tisztaság. Az engedelmességről hallottunk három atyától, a délelőtti előadásban, most pedig rátérünk a szegénység és a szolgálat témára. Mindjárt kezdünk is pár beszéddel. A fiatalember be szeretne lépni egy kolostorba. A novícius mester kérdezgeti, tényleg komolyan a döntés, hogy egészen elhagyja a világot? Ezt a kérdést teszi föl neki. Ha lenne három aranyat, odaadnád-e a szegényeknek? Tiszta szívből adjál. És ha három ez is pénzed lenne, azt is szívesen. És ha lenne három részpénzed, nem, atyám, azt nem adnám oda. Tehát miért? Kérdezi meglepetten a testvére. Mert hol? Tehát úgy néz ki, hogy ugye a szegénységnek mindjárt megjelenik egy olyan dolog, azzal nyugodtan rendelkezünk, amíg nincs, de amíg van, azzal már egy picit másként. Elmondjuk azért a diáknak a szegénység a szolgálat. Jó. Jó. Jézus meghívja a tanítványokat, ismerik a történetet mindannyian, gondolhatják mindenüket, és úgy követik őt, Péter, András, Jakab, János, gondolhatják a bárkájukat, a halászmárokat. Máté pedig a választaltódjál föl. Jézus nyomában nem volt szükségünk, hogy Jézus nyomában szegődjenek, nem volt szükségünk semmilyen gazdagságra. Később is, mikor a tanítványok először misszióba küldi Jézusra, egyfajta szegénységet kér tőlük, így szól azokhoz, akiket küld. Ne vigyetek magatokkal elszín, se tarizmát, se salót. Ha végigolvasok ezt a részt, az derült ki belőle, hogy a tanítványok leginkább a testvérükre van szükség arra, hogy ne egyedül, hanem kettesével menjenek. És a közöttük lévő békére, Jézus jelenlétére, hogy ők hordozzák az ő szeretetének küldetésében járnak. Ezt a békét kell továbbadni. A többiről az Úr gondoskodik. Nagyon fontos ez a momentuma az evangéliumnak, hogy Jézus elküldi, de valójában kettesével küldi, hát a kettőnk Biblia szeretete és küldetésben való helytállásuk jelenti a krisztusi jelenlétet, amit visznek magukkal. Nézzük tovább. A szegénység ezek szerint éppen, hogy egy többet, egy lehetőség, hogy valóban Isten tudjon működni bennünk és általunk. A gazdagság pedig mindaz, ami úgymond biztonságot adna, mintha inkább csak akadályozna ezen az úton csak. Határtalanná, tehát hogy akadályozna bennünket a gazdagság. Ez a példa világosan megmutatkozik az gazdag ifjú esetében. Ezt is szerintem nagyon jól ismeritek, amikor érdeklődik, hogy hogyan nyerhetem már az örök életet egy ifjú. Pont azt hiányzik neki, amit birtokol. Azt hiányzik neki, hogy még nem adta el mindenit. Egy valami még hiányzik még neked, menj add el, amit van, mondja neki Jézus. Osszít a szegények között, és kicse lesz a mennyben. És kövess, és így kövess engem. Álmatra egy ciszterci apátnak, Mauro Giuseppe Leporinak a szavait idézi ezzel kapcsolatosan. Jézus azt mondja, ahhoz, hogy őt követhessük, úgy kell tennünk, mint az az ember, aki tud
egyszer, hogy megkérdezik, hogy mint a király, ki mielőtt háborúba meg átgondolja, hogy a maga 10.000 katonájával képesen szembeszállni az ellenség 20.000 seregével. Mintha Jézus azt kérdé tőlünk, hogy számoljuk át, hogy mi mindenünk van, és hányan vagyunk ahhoz, hogy követhessük őt az ő országának építésében és harcában. Jézus azonban rögtön megfordítja a szemléletünket, és azt mondja, így mindaz, aki közületek nem mond le mindenéről, amilyen van, nem lehet a tanítványa. Ahhoz, hogy részt vegyünk az egyház építésében, és hogy Krisztus Úrnak az igaz királynak harcosa legyünk, miként Szent Benedek javasolja nekünk, nem arra vagyunk hivatottak, hogy az erőinket és az állami lehetőségeinket számolgassuk, hanem hogy mindent elhagyjunk. Mert az egyház Isten műve, Krisztus teste, amelyet a Szentlélek ad át és éltet, és az ő országának győzelme nem a mi győzelmünk, hanem Krisztus győzelme. A megfeszített király, aki szelíd és alázati színű, aki szeretetével legyőzi a világot, az életét adva mindenkiért alap igényben is szerepel ez. Szent Ferencre kicsit kitérnénk, az evangélium szegénységnek ebben a lelkületében hogyan követi Jézus úrmutatását. Bárhova küldi Ferenc a testvéreket, búcsúzó lesz, mondja, bízd gondjaidat az Úrra. Ő majd gondoskodik, ő majd táplálni fog téged. Egyszer meglátogatja a testvéreket Ferenc szemoldosan. Asztal terítenek neki, de a kevés kenyér semmiképp sem pedig egy étkezésre. Ekkor belép egy asszony, hallott el kosárral, homárpás kétommal, mézzel és szőlővel. Megtapasztalják. A szegények asztala annál gazdagabban van terítve, mint a fejdelmeké, amennyivel Isten gondviselése bőkező, mint az embereké. Mindezekből tehát egyértelmű, hogy nem tudjuk jól megélni mi sem végül fiatalként a kisebb test és kisebb testvérként a szolgálatunkat, hanem értünk be újra és újra az igazi evangélium szerint szegénységben. A szegénység az egyik legnagyobb kincs, amely segít igazán Jézus erejével szolgálni és lehetővé teszi, hogy Isten országát építsük együtt. A szegénység bizalom. Hadd érjek ki egy ilyen nagyon idős atya, meglátogatott bennünket még a szemináriumban, aki elmesélte kicsit az életútját. Három nagyon fontos állomás szerepelt az életemben. Velencében születtem, magyar családról van szó, és ott nőttem fel. Aztán papi hivatást éreztem, és elkerültem Rómába. Rómában tanultam, ott elvégeztem a tanulmányaimat. De azt mondja, mikor elvégeztem a tanulmányaimat is, indultam volna haza Magyarországra, addigra bezárultak a határok. A vasfüggöny régen így nevezték. Az, hogy kelet és nyugati világot elvásztott, és nem tudott hazajönni. És azt mondta, úgy alakult az élete, hogy aztán később egy misszióba lépett és Perúba került Dél-Amerikába. Egy nagyon szegény országba. És akkor elmondja az életének felfedezését. Azt mondja, hogy Velencében megismertem a szépséget. A művészeteken keresztül szépet tudtam megismerni. Azt mondja, amikor Rómába kerültem, akkor megismertem az értelemnek, az intellektusnak, tehát a teológiának a mélységét, és nagyon szépen kiírt nekem nagyon sok minden a világban. Tehát az értelmi, mondta neki, az értelmi,
magas szint, amit évtizedek óta, akkor éppen 40 éve már Perúban működött ez az atya, amikor találkoztunk vele, és azt mondta, hogy én már ott fogok meghalni, ezen között a szegények között, hogy 85 éves volt, néhány éven belül valóban el is volt, de már egészen ott volt, hogy a szegények számára, a szegényekkel együtt létben a szeretetet. Talán egy kicsit ez jött át a panamai beszámolóban is, hogy ott voltak ezekben az országban, ahol nagy a szegénység, persze látszik a gazdagságnak a kontrasztjában még inkább megjelenik, és mi is megtapasztaltuk, nem a gazdagok, a gazdag családoknak a vendégszeretetét élvezték, hanem a szegényebbeknek, és ott nagyon megtapasztalták ezt a befogadó, elfogadó szeretetet, ezt az oda áldozó. Na, nézzük, hogy a szegénység egy bizalom. Jézus, amikor a szegényeket boldognak mondja, akkor ha kicsit megnézzük ezt a Szentírás részt, boldogok a lélekben szegények, megtudik a mennyek országa. Ezt valójában nem úgy érti, hogy Szent Jézus szegényeket lát, és akkor rájuk mutat, hogy a boldogok ők, hanem arra a szegénységre érti, akik érte vállalnak szegénységet. Ez azokra, arra a szegénységre, amit az ember önmaga választhat. A szegénység egyik legnagyobb kegyelme az, hogy általa egészen Istenbe vetjük a bizalmunkat. Aki gazdag, a gazdagságába veti bizalmát. Az eszközeiben, pénzében, kapcsolataiban, az autójában, a kütyűjében, a hatalmában, a befolyásában. Csupa olyan dologban, amik nagyon biztosnak tűnnek, és közben mégis teljesen törékeny, mulandó és csalók a valóságon. Ferenc pápa, az örüljetek és újjogjatok kezdeti apostoli buzdításában így ír erről. Az evangélium arra hív, hogy ismerjük meg szívünk igazságát, hogy láthassuk, mire alapozhatjuk biztonsággal az életünket. Rendes körülmények között a gazdag ember biztonságban érzi magát, a gazdagságában, és azt gondolja, hogy ha a gazdagsága veszélybe kerül, egész földi életének értelme szerte fogsz lenni. A gazdagság semmiről sem biztosít téged. Ezt így a Szent Atya. Az előadásunknak van a mellékletre, és ebből egy kis részt is olvasni, de engedjetek meg egy kis személyes tapasztalatot mondani Gál nektek. Gál, én is így, mint sok atya, első péntekes idős emberekhez, és az egyik ilyen alkalommal megismertem egy nénivel, aki nem a szeret beszélni. Igazából nem nehéz a néniket beszéltetni, mert csak kérdést kell föltenni nekik, azért nem nekem, tehát szeretek kérdést föltenni, és akkor mesélj az életéről, hogy hát mi még annak idején nagy birtokokkal rendelkeztünk, és volt sok földünk, állataink, és nagyon sok minden. És aztán mi történt? Aztán jött az államosítás, és mindent elvettek. Mindent elvettek. Elvették a földeket, az állatokat, a házunkat, mindent elvettek. És hallom, és aztán? Mondom, aztán mivel kellett kezdeni az életet? Igen, újra kellett kezdeni. És mondom, mi kellett az újrakezdéshez? Én úgy érzem, hogy nagyon fontos kellett ehhez, ez pedig a hit. És akkor azt mondom, valóban ez kellett, hit kellett hozzá, hogy mindent a normáról újra kezdjünk.
aki az ország egyik leggazdagabb embere volt. Kiváló szakember volt, számolósként országszerkette keresték. Ő élő példája annak, hogyan lehet megélni az első boldogságot. Boldogok a lélekben, szegények övék a menek országban. A szegénység az ügyéletűben először is azt jelentette, hogy keményen dolgozott. Sajnálatosan nem kímélve segített az embereket, pedig nem volt rászorulva. Ferenc lelkületétől, illetve Batthyány vagyonából kórházat építettek, ahol a szegényeket igen kezelte. 14 gyermeknek az édesapja, akiket hitre, egyszerűséges munkára nevelt. Amikor Trianon után egy csapásra a csőd szélére került, és minden birtok elveszni látszott, nem repült meg a gondviselésbe vetett bizalomban, hanem az apa gyermekével együtt letérdelt Jézus elé, és megkérték Szent Józsefet, hogy legyen a családjuk pénzügyminisztere. A gyermekek, akik érezték a levegőben, hogy nagy baj van, teljesen megnyugodtak ebben a biztonságban, melyre apjuk helyezte őket. Ez meg is látszott a gyermekeken. Egy férfi egyszer meglátogatta a családot, a szülők szeretetét és a család békét érzékelte azt a légkört, amit ott uralkodott, így hívja le. Egy egész mennyország csillog ezeknek a gyermekeknek a szeméből. Batthyány életben szegény volt, mert egy pillanat alatt el tudta fogadni a vagyona elvesztését, mert nem ragaszkodott az anyagiakhoz, hanem a vagyonát arra használta, hogy szeressen vele. Nem garasaskodott, hanem nagy lelkűen tette ezt. Értett ahhoz is, hogy ünnepet szerezzen. Egyszer, amikor gyermekeivel sétált egy vattacukrosnak, a bódiát vette meg, hogy örömmel szerezzen gyermekeinek. Ilyen is történt. A kincsi gyűjtéstől szabadon. Talán a gazdaság veszélye nálunk, fiataloknál, nem annyira látványos. Lehet, hogy nincsen olyan milliósok közöttünk, mint én át tudom ezt képzelni. Tehát nem annyira látványos adatkozik meg, és feltétlenül jellemző rá, nem feltétlenül jellemző rá, hogy nem tudnánk mit kezdeni a sok pénzzel, vagyis nem is kell neki most ezen törni a fejünket. De értjük, hogy itt nem annyira az anyagi javaknak a mennyiségéről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy mire alapozzuk az életünket, mibe vetjük a bizalmunkat, mi adja a biztonságunkat. Ez már az első előadásnál is előkerült, hogy vannak egy központúságaink, amik lefoglalnak bennünket. Azért a 10 évvel ezelőtti megírt előadásában, ezt így írja a fogyasztói, földi kincsek java, az emberek kincsévé váljanak, és az ilyen kincsítés, tehát a földi kincsek gyűjtésére vonatkozó kísértésről írt, aztán azóta csak még inkább aktuálissá vált. Nagy a kísértés, hogy a javak az emberek kincsévé váljanak, és az ilyen kincsítést tekintse élete céljának. Jó autó, menő telefon, számítógép, nagyobb ház, menő ruhák, több pénz, karrier, sikeres felvétel. Mindezzel másokat is szolgálinká tehetünk, tárgyaink, egyéni céljaink fontosabbak lesznek, mint a személyek kapcsolataink is, arra kapcsolatokat is arra kezdünk el használni, hogy ezek elérésében segítsenek. Észreveszünk, hogy szinte csak azokkal a kapcsolatunk, akikkel a munkánk, az érdekeink, céljaink megvalósításnak összeköt. Egy kis kitérő. Egyrészt talán másnak veszem a példát, mint a idejében. Akkor kint tanultam Rómában, akkor az egyik Csehországból származó pap,
megfogalmazott valami ilyesmit. Figyelj csak, itt egy olyan konfúz elefelé a közlekedés. Mindenki összeveszett. Biztos láttatok már mediterrán országban, hogy összeveszett. Nem tudjuk, hogy most ez hogyan működik, mert mindenki úgy tűnik oda, hogy akar, úgy, ahogy csinálja, és mégis nem mondhat meg, hogy soha több baleset lenne, vagy állandóan szirénezve a mentő azért, mert balesetek vannak. És azt mondja, hogy én megfigyeltem azt, hogy mi kicsit északi népek nagyon kötjük magukat ahhoz, hogy a másik tartsa be a kereszt szabályait. Hát ha nem tartja be, akkor baj van. Akkor összeszedik, akkor valami lesz. És azt mondja, mediterrán népeknél nem elsősorban a tábla, a jelzőlámpa is ezek határoznak, az, hogy figyeljük egymást. Figyelemmel vannak, hogy na, vajon a másik mit szeretne, ja, akkor most elengedtem, most várj egy picit, most én megyek, és valahogy működik ez a dolog, mert valójában nem más a közlekedési szabály, mint figyelünk egymásra, egymás rezdőiség, egymásra nézünk, köszönjük, bulítunk, mennél, maradhatsz, most várjál, én megyek, és akkor valahogy működik ez a rendszer. Kicsit fölülemelkedünk valami olyanon, ragaszkodóan saját munkát teszünk, és különben mérgesek leszünk, ha valaki átlépi a szabályokat. Akkor mi képesek vagyunk kikelni magunkból, és hát ezt lehet, hogy érzékeljük is. Ott kevés ilyen, mondjuk nagyon ideges ember van, lehet, hogy önként egy olaszos megoldás, de aztán beülnek egy kávére, és megteszik a dolgot. Tehát, hogy van valami, amit időnként szabad eltanulni, nem kell azért nekünk szabályszegőnek lennünk, de érezzük, hogy egymásról való figyeltségünk sok mindenben segít nekünk. Ezekre a kapcsolatokra, melyeknek ez nem fűz érdek, haszon, siker, ismerés reménye, már alig jut időnk. Ezek a kísértések, ha nem is ugyan ebben a formában, már ugyancsak jelen voltak Szent Ferenc korában. Az emberi természetnek szüksége van megélhetésre, lakásra, ruhára, élelemre. Ezek iránt erős igény él bennünk. Mindezt meg lehet valósítani igen személyi körülmények között. Jobb körülmények között, és gazdagon, tehát van választás lehetőség. Tehát szerintem jobb körülmények és gazdagon is. Ferenc meg akarta menteni testvérét attól, hogy a birtoklás mechanizmusa hatása alá kerüljen. Ezért még azt sem engedte meg a kisebb testvéreknek, hogy saját körülük legyen. Azért hozzá kell tenni, hogy Ferenc korában a 13. században azért egy könyv nagyon értékes volt, hogy nem voltak nyomdák. De nyomda nagyon sokat lendített elő a könyvnyomtatásnak. Ára, egy könyv a kézben annyit jelentett, mint egy háznak az ára körülbelül. Tehát, hogy Ferenc elengedte meg, hogy saját könyvük legyen, tehát ilyen birtokuk legyen, bár nagyra tartott a szent tudományművelőt. Egyszer egy testvér kérte, hadd lehessen saját zsoltáros könyvre, mire Ferenc egy példázattal válaszolt, miután lesz zsoltáros könyved, breviári módot adsz, vagyis soros más könyved. Zsolos máskönyvben, benne vannak a Zsoltárok és még egy más is. És miután lesz breviári mód, mondta Szent Ferenc, püspöki szépen telepszel, mint egy főpap. És így szólsz testvérethez, hozd ide a breviári módot. Tehát Ferenc egyre hamar érzékelte a testvérében való vágyaknak a dolgait is, kezelte ilyen formát. Érdemes újra átgondolunk, hogy mi hol tartunk ebben, hol van azok a pontok, mik azok a dolgok, amik keresztül könnyen átadnak bennünket is, a kincsek gyűjtésének épszíja. Nem kell nagy tárgyat cuccokkal gondolnunk, csak arra, amiből egy kicsit jobbat szeretnénk, és egy kicsit jobban, nagyobban, újabban szemben. Az aggódástól szabadon
túlzott keresésében, tőlük való függésben áll, hanem különösen is a bűnnek és az Istenbe vetett bizalom hiányának a nyomorúságát hozza magával. Ez egy nagyon szép mondat, meg kell belőle értelmezni. Körülbelül más néven túlzott felmagasztalás, talán is mondhatnánk, hogy kicsit az arrogancia felé is elhagyik ennek a szónak az értelmezése, felfogadottság, kevésség, vagyis olyan, hogy én már nekem már nem kellene az Istenbe bíznom, mert vannak javaim vagy dolgaim, amik ezt helyettesítik azt, hogy, tehát, hogy ezért, ha valóban szeretnénk az evangélium szegénységben növekedni, és Isten országának jó szolgáljának, meg kellene újítani tanulni a gondviselésbe vetett bizalmunkat. Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit tegyetek, se a testetekért, hogy miből öltözkedjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá. Nem aggódjatok hát a holnapért, a holnap majd aggódik önmagáért. Elég a napnak a maga baja. Ezt Jézus mondta az evangéliumban. Tehát ilyenre biztat bennünket. Ugyanakkor egy másik dolgot is szabad kiolvasni, ha már az aggodalmaskodásról van szó. Pap Miklós atyától hallottam egyszer, azt mondja, hogy hát amikor az ember már nagyon összecsapnak a feje fölött a hullámok, amikor már nem tudja, mit élő legyen, akkor kicsit Jézusnak a példázataiban kell életet vinni magában úgy, hogy szóval nézzétek az ég madarait, nézzétek a hétvilágait. És azt mondja, hogy egy felszabadító lett az ember számára, amikor már nagyon jelzett, ahogy kicsit kimenjen a természetbe, és megnyugodjon. És az a természet ad olyan, hogy az ember visszamegy az életkedvét is. Menjetek bátran természetbe menni. És saját tapasztalat, amikor alkalmam volt nekem is a folyamatos emberekkel együtt lenni, velük dolgozni, azt láttam, hogy amikor bent vagyunk a házban, a szobákban, meg a belső termekben, akkor picit úgy ezek a folyamatos emberek másképp kifejezik azt a bennük a feszültséget, azt a dolgot, és sokszor nehezebb lehet őket kezelni. És akkor úgy tűnt, hogy nagyon jó megoldás, hogy felöltözünk és kimegyünk a természetbe. Tehát kimentünk a természetbe, ezek mint egy kezes párnánk, olyanok lettek ezek az emberek, emberkék, fiatalok, hogy néztem, mi történt, hogy kicserélték volna őket. Tehát, hogy megnyugodtak a természetben. Valami kellett neki, és ezt máskor nem belőtti, mint a természetben, annak a rámboló nagyon segítséges hatásából. De valójában mi is sokszor tapasztalhatunk ki magunkban, hogy valami nincsen rendben, valami nem tudjuk, mi az oka. Érdemes kimenni a természetbe egy kicsit. Amit Jézus mond ezekkel a szavakkal, amiket elmondtam, elég a napnak a maga baja, természetesen mindez nem könnyelműséget vagy lustaságot jelent. Sokkal nagyobb teret engedhetünk Istennek, ha szeretnénk, hogy megszabadítson minket a sok aggodalmaskodásunktól. Nem csak anyagi dolgokban szeretnénk, hogy megszabadítson minket sok aggodalmaskodásunktól. Nem csak anyagi, tehát energiában és idegeskedésekben is túl sokat fektetünk bele, néha egy-egy dologba. Teljesen bebizonyítsunk mindent. Fontos a körültekintés. Szervezés, és fontos, hogy minden a helyén legyen. De közben nem szabad, hogy túlzottan mi akarjuk mindent kézbe tartani. Az aggódásaink, idegeskedéseink, gyomorgörcseink ellentétesek az igazi szegénység lelkületével. Megkérdezhetjük magunkat, hogy mi mind szoktunk aggódalmaskodni. Mik azok a helyzetek, amelyekben idegesség, türelmetlenség, görcsösség válunk. Van olyan dolog, amitől túlzottan félek, hogy hogyan lesz minden vetett bizalommal. Jó, következő ilyen.
szabadabb határaink elfogadása. Emberek vagyunk, mondhatnánk, hanem egyszerűen az emberségünkből fakad az, hogy vannak határaink, nem tudjuk végtelenségig feszíteni magunkat, ebben vagy abban. És Ferenc pápa így tanít bennünket, a gazdaság igazi veszélyének az emberi gőgöt, az önelégültséget és a szeretet elhanyagolását jelöli meg. Gazdaság semmiről nem biztosít téged, mondja nekünk a Szent Atya. Sőt, amikor a szív gazdagnak érzi magát, annyira önelégült lesz, hogy nem hagy helyet Isten szavának, hogy szeresse testvérei, vagy hogy örüljön az élet jelentősebb dolgainak. Ezzel megfosztja magát a nagyobb javaktól. Ezért nevezünk Jézus boldognak, hogy jön szegényeket, akiknek szegény szívük és az Úr a maga állandó újdonságával be tud térni hozzájuk. Az igazi szegénység tehát a belső, alázat és hozzáállás a dolgokhoz. Hagyosszakos legoletek egy történet, ez nekem nagyon tetszik Szent Ferenc életéből. Szent Ferenc életéből a szegénység teljes bizalom szabadság címmel. Üljünk le itt, mondta Ferenc, így könnyebb lesz beszélni. Leültek a földre, Rufin pedig elkezdett beszélni. Amikor hozzájöttem és kértem, hogy vegyél fel a testvérek közé, mert már 12 éve van. Akkor az a vád hajtott, hogy szeretnék az evangélium szerint élni, úgy, ahogy tőlem láttam. Igen, őszinte voltam. Valóban az evangéliumot akartam követni. Az első évek minden nagyobb nehézségekből teltek el testvéri közösségben. Buszban próbáltam megtenni mindazt, amiről úgy láttam, hogy ez az új élet megkívánja tőlem. De a lelkem mélyén más elképzelés vezetett, amilyenkül tudtam volna. Ismered, milyen környezetben nőttem fel? Nemes családban. Érzékenységem, nevettetésem és lényem minden porcikájánál fogva ehhez a nemes környezethez tartoztam. Eszemet a környezet szerint éreztem és ítéltem. Az ő értékeink szerint, amelyeket ott általában tiszteletben tartottak. Amikor hozzájöttem és elfogadtam, hogy te végtelenül az alázatos és szegény életformádat, azt hittem, örökre nem mondok ezekről az értékekről, és valóban úgy látszott, meghaltam az Úrért. Ez igaz is volt, de csak a felszínen. Valóban megváltoztattam életformámat és foglalkozásomat. És számomra ez a változás nagy volt. De belül, anélkül, hogy tudtam volna, megőriztem lelkem nagyobbik részét, a legfontosabbat magamnak. Megőriztem régi életfelfogásomat, régi környezetemét. Továbbra is azt szerint néztem el az embereket és a dolgokat, amit otthon láttam a családban. Édesapám kastélyban, az emberek fogadása az ajtónál, a konyhai és más munkánk, a szolgák és a cselédek feladata volt. Amikor kisebb testvér lettem, hasonlóképpen gondolkodtam és egy alacsonyabb állapotra való learázkodásnak tartottam. A portás és a konyhás feladatát, csak úgy, mint a kéregetést és a leprások gondozását. Mindezek ellenére szívesen elfogadtam ezeket a feladatokat. Pontosan azért, hogy megalázzam magam. Sőt, megtiszteltetésnek tartottam az ilyenfajta megalázkodásokat. Azt gondoltam, ebben van az evangéliumi alázatosság. Ezzel a szellemmel léptem, a rendben évek voltak el. Mivel nem voltam alkalmas a prédikálásra, gyakran csak arra korlátozódtak lehetőségek, hogy azokat a szolgálatokat lássam el, amelyeket alantasabbnak és haszontalannak tartottam. Mivel ez volt a feladatom, kényszerítettem magam. Kötelességből aláztam meg magamat, és valóban meglettem alázva. Aztán jött, aminek jönnie kellett. Persze arra gondolatra jutottam, hogy a testvérek, akik prédikálni járnak,
engem cselédjük megtartanak. Ez az érzésem csak megerősült, amikor nálam fiatalabb testvére, akik egészen egyszerű családból származtak, beléptek a rendbe, és prédikálni mentek, rámhagyva a közösség anyagi ellátásának gondjait. Ha egy közülük megjegyzést tett nekem, hogy egyszerűen kifejezte óhaját, felforgatott és mérgesített. Nem szóltam semmit, de belül háborogtam. Egy kicsit még jobban megaláztam magam. Mindig kötelességből. Így aztán mindent kötelességből csináltam. És azt gondoltam, hogy ez a szerzetesi élet. De ez csak egy rosszul szabott ruha volt, amit megpróbáltam magamra erősíteni, anélkül, hogy járni tudtam volna benne. És amikor csak tudtam, szabadultam tőle. Életem másik volt, ott, ahol saját magamat megtaláltam. Igazából minden nap csak azon voltam, hogy minél előbb befejezzem ezeket a alantos tendőket, hogy aztán a magámba meneküljek. Ott aztán újra magam ura voltam, újjáélettem. Aztán a kötelességek megint csak rám nehezült. Kényszerítettem magam megint, hogy a testvérek cselédje legyek. De az ember felőrülődik az ilyen életmódban. Őrjítő, mennyire képes az ember megfeszülni, mint azt, amit kötelességből tettem, nem szívből tettem. Mint egy rabszolga, aki húzza az igát, elveszítettem étvágyamat, kimerültem, kezdtem a napok, aztán megkezdtem minden testvére. Mindegyikben urat láttam, aminek rabszolgája vagyok. Úgy éreztem, félre is mennek. Ez lázadásra késztetett. Semmit sem tudtam többé elviselni. És mindez azzal végződött, hogy belsőleg az egész világ ellen lázadtam. Naivságomban nagyon őszintén azt hittem, hogy az Úr azt akarja, hogy neki adja a teljes magámban. Ekkor kértem engedélyt tőle, hogy visszahúzódhassak ebbe a remetességbe. Majd itt ért aztán az a rettenetes krízis, amelyet ismersz. Hát ide jutottam. Mindaz, amit mondasz, nem döbbent meg, mondta neki szerényen Ferenc. Emlékszel arra a napra, amikor elküldtelek prédikálni? Akaratod ellenére? Azt akartam, hogy kilépj magadból, ebből az elszigeteltségből, ahová éreztem, saját magadat zártad be. Igen, atyám, emlékszem. Tehát nem tudtam megérteni. És milyen különös, hogy most minden világos számomra felelte Rufi. Az Úr megkönyörült rajtad, mondta Ferenc. Így könyörült meg mindnyájunkon, a maga idejében. Akkor, amikor legkevésbé várjuk, így tapasztaljuk meg irgalmát, ezen a módon ismerteti meg magát velük, mint ahogy a késő eső elveri az útkorát. Valóban így van, érezte meg Rufi. Úgy érzem, mintha újra kezdenék élni. De hogyan nyitotta meg szemedet az Úr? Kérdezte Ferenc. Majd csütörtökön, még együtt érkeztünk, válaszolta Rufi, egyik testvér közbevetőleg idézte egyik szavadat. Ha az édesanyja táplálja szereti testszerinti gyermekét, mennyire inkább kell táplálni, és szeretnünk lélek szerint testvérünket. Gyakran hallottam, hogy mondtad ezt, de nem figyeltem rá. De most ezek a szavak értelmet nyertek számomra. Megjogadtam. És visszatérve a szemben, a sokat elmélkedtem rajta. Azt gondoltam magamban, hogy egy családban, ahol nincsen szolga, a dolog természetes rendje az, hogy az édesanyja főz és szolgál az asztalnál, rendbe tartja a házat, és ő az, aki mindig el van foglalva. És ezt természetesnek veszi. Nem érzi magát megsértve. Nem gondolja, hogy egy alantasabb rangra sírjek. Nem tartja magát cselédnek. Szereti gyermekeit és férjét. Innét jön lendület és bátorságot szolgálja nekik. Előfordul, hogy fáradt, sőt, nagyon fáradt.
te nem látszol. Egy szerény körülmények közt élő családot gondoltam, mely abban a volt, közelről nem ismer. Ott az édesanyja feladta minden nehézség és fáradtsága ellenére, sugározta a békességet és a boldogságot. Világosan láttam tehát, hogy hamis úton jártam, és az evangélium szellem vezetett. Ebből eredt minden nehezfelésem. Azt hittem, hogy elmondtam a világot, mert foglalkozást változtattam. Lelkületet viszont nem. De most számomra minden tökéletesen megváltozott. Nem vártam tovább, hogy jobban elmélyüljek ebben a felismerésben, amely nekem most adatott, hanem azonnal futottam testvéreim szolgálatára álljon. Azóta ez a felismerés, ez a fény egyre növekszik bennem, és a téke is. Most olyan szabadon és könnyűnek érzem magam, mint a kalitkában kiszabadult madár. Hálát adhatsz az Úrnak, mondta neki Ferenc. Amit most átértél, az valóban tapasztalat. Most tudod, hogy mi az kisebb testvér, evangélium szerint való szegény. Az olyan ember, aki szabadon nem mondott mindenfajta hatalmi sugallatot gyakorlásáról másik fölött, de akit mégsem rabszolgai lelkület vezet, hanem a legnemesebb lélek, az Úr lelke. Ez az út nehéz. Kevesen találják meg. Kegyelem ez, nagy kegyelem, melyet az Úr adott neked. Látod, a hatalom és az uralkodás már nem csak a világ urait vezeti, hanem szolgákat is, akik nem fogadják el szabadon szolgai állapotokat. Ez az állapot aztán nyomasztó iga lesz, mely alatt az ember összeroskat és kínjában verejtékezik. Ez nem az Úr útja. Nem az evangélium. Szent való szegény, aki rászorítja magát arra, hogy azt tegye, ami az utolsó a rabszolga, hanem aki az Úr lelkével és szellemével teszi. Ez mindent megváltoztat. Ahol az Úr szelleme van, ott a szív nem keserű. Ott nincs helye nehezfelésnek. Mikor még a világban voltam, a legutolsó dologban tartottam a leprások ápolását, de az Úr megkönyörült rajtam. Ő maga vezetett közénk, és indítalmasságot gyakoroltam velünk, mikor visszajöttem tőlük, az, ami egykor keserűnek tűnt, édességé változott számomra, lelkem és testem gyönyörűségére. Az Úr szelleme nem a keserűség szelleme, hanem az édességé és a vidámságé. Ez a tapasztalat, amit átéltem, mondta a film, megtanított arra, milyen könnyű önmagunkról hamis képet alkotnunk, illúzióban élni. Szemérletlenül az Úr sugallataiként fogjuk fel azt, ami nem egyéb, mint természetünk ösztönzése. Igen, könnyű illúzióban égetni magunkat, ezért olyan gyakori dolog ez. Mégis van egy biztos jel, amelyet leveszhetjük. Mi az? Kérdezte a fiú. A lélek nyugtalansága, felelte Ferenc. Amikor a víz mozog, nyilvánvalóvá lesz, hogy nem tiszta. Így van ez az emberrel is, akit felkavar a nyugtalanság. Láthatja, hogy cselekedeteinek forrása nem tiszta. Ezt az embert egészen más vezeti, mint az Úr lelke. Mikor az embernek mindenre megvan, amit óhajt, nem tudhatja, hogy valóban az Úr lelke vezeti. Oly könnyű bűneit az erények magaslatára emelni, és nemes önelégülnél, önérdeklődni célú ürgén magát keresni. És mindez a legtisztább lelkismerettel. De az alkalom, mikor az önmagának hazudó ember ellenmondásokba és elmekezésbe ütközik. Ekkor lehagy az állat, megzavarodik az indulatban, lelkember megül, mely csak kölcsönvett maszkból előmúlik a testi ember, az élő ellen személy és 10 körömmel védi magát. Ez a zavar és ez az agresszivitás kinyilvánítja, hogy az ember nem az Úr lelkének mélységére vezették. A remeteség harangja megkondult. A zsolozsó ideje elérkezett. Ferenc és Rufin felálltak, és a kápolna felé vették lépteiket. Nyugodtan mentek, mint szabad emberek. Ferenc hirtelen megtolta. Rufin is megállította karjánál fogva. Figyelj csak, testvér! Kell, hogy mondjak még neked valamit.
egy percre tekintetét a földre szerezte, majd Rufin arcába nézve ezt mondotta neki nyomatékosan. Az Úr segítségével legyőzte az uralom vágya és önbecsülése irányuló akaratodat. Nem csak egyszer, hanem 10-szer, 20-szor, 100-szor is le kell győznöd. Félelmet kelt ez benne, Atyám, mondta Rufin. Nem érzem magam elég erősnek ahhoz, hogy elsérjek még egy ilyen küzdelmet. Nem küzdködve fogsz győzni, hanem Istent imádva, felelte szemben Ferenc. Az ember, aki imádja Isten, elismeri, hogy egyedül csak ő a mindenható. Elismeri és elfogadja. Igazából egész szívéből. Örvendezik amiatt, hogy Isten, Isten, és hogy ő létezik, ez számára elég. És ezt szabaddá teszi. Érted? Igen, Atyám, értem, felelte Rufin. Miközben beszélgettek, rátértek a kápolna felülvezető útra, pár lépésre voltak már csak a kápolnától. Ha még valóban tudnánk imádni Istent, igazából semmi sem megtalanítani minket. A nagy folyó nyugalmával haladnánk át a világot, mint a tukon. Jó. Még néhány dolgot szeretnék a határainkkal kapcsolatosan. Bírjátok még? Mert én úgy érzem, hogy nem bírjátok, úgyhogy lassan le kell kerekítsen. Két dolgot még gyorsan összefoglalásképpen mondani nektek, mert én nem csak kifáradtok el, hanem más is. Tehát, hogy az elvállalt feladatokról, tehát amikor határaink elfogadását kell kitűzni, akkor azt látjuk, hogy vannak, akik szívesen vállalnak sok feladatot, de ez kísértés. Hát valójában nem bírunk mindent. Olyan is van, hogy valaki biztatni kell a feladatok elvállalását. Egy ilyen példa, hogy magamban érzek egy pozitív, hogy minden adott képes elhúzni, és akkor nem is akasszák. És akkor mégsem meg. Nemet is kell tudni mondani. Egy varázsszót hagyasz, vagy egy varázslatot hagyasz, ha megváltál. Hogyan kell nemet mondani? Fölhívnak és valami feladatra meghívnak, hogy ezt meg kell csinálni. Képesebb lehet, biztosabb meg fogod csinálni, bízod benned, tehát ki más kérheti, mint téged. És a válasz, muszáj erre most nekem azonnal válaszol. El is tettitek? Muszáj erre nekem most azonnal válaszol. Nem biztos, hogy muszáj. Mert a másik tapintatta, hogy nem, nyugodtan gondolkozzál csak rajta. Köszönöm, ezt szeretném. De azért nem élünk vele vissza. Akkor azt mondom, hogy záros határidőn belül, egy héten belül megválaszolok, hogy elvállalom, vagy nem vállalom. De nem úgy vállalom el, hogy nem tudok semmi érvet mondani. Csak nem is kedvem hozzá. Ez kevés. Tehát, hogy elmondhatom, hogy megimádkozhatom, hogy és tiszteletben tartom a felkérést, de erre most nekem nem kell mondanom, ezért és ezért. Tehát még egyszer a varázsszó, muszáj erre nekem most azonnal választ adnom. Jó, köszönöm szépen. Akkor tisztán követjük, ami még előttünk van, őktől szabadon, tehát attól, hogy a szegénység osztozás a nagyiakban, mindenütt, amit van, az Istentől kaptunk ajándékot, azért, hogy vele mi nagy lelkűséget gyakorolhassunk, szeretetet adhassunk. Szegénység osztozás a jelenlétük odaadásával nem csak anyagiakban, tárgyi eszközökben, de más dolgokban tudok én nagy lelkű lenni, hanem az idő odaadásával is ezt is gyakorolhatjátok, mert
egység osztozás a közösséget terem. Tehát ha valamiben osztozunk, már érezzük. Például feladatnak tekel többen, akkor már érezzük, hogy ez teszed hozzá, te én azt kérdek, az, és akkor így felhagyjuk a közösbe, amik van, ami kreativitásokat képzünk, időnket, energiákat, és van nagyon szép alakulmatik. És a személyiség osztozás, a dolgok rendeltetésszerű használatát. Úgy használom a javakokat, amik közösen annak megfelelően vigyázok rám, és ez ugye sokszor közösség alkalmasabb arra, hogy valami értékesebbet vásároljuk, valamit, ami tartósabb, ami jobban szolgálja a közösségünknek a javát. Személyiség elfogadás is. Tudunk-e okosan elfogadni másoktól segítséget, tehát szabad nekem ezt is tennem, hogy én elfogadom, hogy segítenek nekem adománynal, vagy bármi mással is. Csak olyan segítséget érdemes elfogadni, közben nem akarnak befolyásolni. Van olyan fölajánlás, hogy én adom ezt neked, de helyébe cserébe kérem ezt, és az, amit helyébe cserébe kérnek, az nem biztos, hogy bennünket, a közösségünket szolgáljon. Tehát ilyenkor szabad nekünk, sőt, kötelesség nem elmondani. Nem köszönjük, akkor ezzel nem érnénk, ha ilyen feltételek mellett adják nekünk. Szegénység osztozás, elmondjuk, szegénység és gazdagság világ. És a gazdagság világban, tehát a gazdag ember ugyanúgy szenté lehet, mint aki szegény, de már itt már abban az értelme veszik a gazdagnak, hogy például Pászter Jézus is dolgozott 30 éves koráig úgy, hogy valamit elkészítették az árát, elkérte. Tehát ezt teszem, nem mindent valószínűleg ingyen tett, azért lehet a család megélhetését így, és jól kell tudnunk. Ezért vannak olyan vállalkozók, akik keresztény módon élik már az ő vagyokat. A szegénység öröm, ezt láttuk a Szent Ferencnél, és tapasztaljuk majd akkor saját csoportképviselőt. Köszönöm a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük. Két nagyon gyakorlati és nagyon